Kedves nézőink, az Orvos Válaszol rovatban dr. Misut Gábor felnőtt házi orvost köszöntöm ismételten nagy szeretettel. Köszönöm szépen, hogy el tudtál jönni hozzánk. Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Kedves nézőink, a mai beszélgetésünk három részből áll. Az első kanyarban arról fogunk beszélgetni, hogy decemberben hogy tudnak dolgozni a házi orvosok, és milyen fontosabb szabályok vonatkoznak arra, hogy elmenjünk-e a rendelőbe, vagy sem. Aztán beszélgetni fogunk természetesen a járványügyi intézkedések orvosi vonatkozásáról, és a harmadik részben pedig az ünnepek kapcsán arra leszek majd kíváncsi doktor úrtól, hogy vajon milyen típusú gyógyszerek legyenek otthon, amikor az ember megeszi azt a jó kis töltött káposztát, és utána jó kis epegörcsel fog kínlódni. Hát remélem, hogy majd kapunk erre is jó tanácsokat, Gábor, tőled. Nem volt egyszerű leegyeztetnünk a mai felvételnek az időpontját, hát hogy dolgoztok mostanában így az ünnepek előtti házi orvosok? Hát gyakorlatilag ugyanúgy dolgozunk, mint az első hullámában a vírusnak. Én megmondom őszintén, hogy ami abból egy jó dolog volt, hogy nincs ez a tömeg a rendeléseken, valamelyes tényleg a betegekre több idő jut, több odafigyelés jut, és tényleg azok kerülnek elsősorban vizsgálatra, akiknek feltétlen szüksége van rá. Tehát ezzel a távolságtartással, időbeosztással, időre való betegbehívással azt hiszem, hogy bőven, tehát nagyon jól tudjuk segíteni, hogy ez a vírus ne terjedjen tovább. Természetesen, hogy a gyógyszerfelírások, ha valakinek csak arra van szüksége, és panaszmentes a beteg, akkor ezt felhőn keresztül megtesszük. Könnyebb vagy nehezebb lett a távgyógyítás, hogy ilyen csúnya szóval éljek, mert hát azért az ember elmondja a gondját, baját, problémáját, de azért a személyes jelenlét alkalmával csak meghallgatja a házi orvosa a mellkast, csak mér egy vérnyomást, csak megnyomogatja a pocakot, hogy esetleg nincs-e ott arra valami probléma. Most ez ugye kimarad. Hát nehezebb lett nyilvánvalóan távgyógyítással, de úgy érzem, hogy lassan azért kezdjük megszokni, és én úgy látom, hogy a betegek is kezdik megszokni. Tehát az olyan jellegű problémák, amik tulajdonképpen nem igényelnek feltétlen fizikális vizsgálatot, telefonon tanácsa megoldhatók, vagy esetlegesen bizonyos terápiák elindíthatók, és majdan újabb konzultáció kapcsán kiderül, hogy kell-e személyes kontaktus. Ez véleményem szerint nagyon jól működik. Az első hullámnak az ideje alatt azért megérkezett az a nézői kérdés is, és aztán erre választ is kaptunk a kormánytól, hogy ugye nagyon sokan olyan gyógyszert kénytelenek szedni, amit csak szakorvos írhat fel. És ezt az első hullámban szakorvosi vélemény nélkül ti is felírhattátok. Ez működik-e most itt a második hullám idején? Bocsáss meg, kijavítalak. Nem szakorvosi vélemény nélkül, hanem azt tették lehetővé, hogy amennyiben a vészhelyzet kijelentése után, vagy bevezetése után járt le valakinek a szakorvosi javaslata, akkor ezt a vészhelyzet idejére, illetve ezt követően 3 hónapra automatikusan meghosszabbították. Ez egy ragyogó megoldás volt, és a jelenlegi helyzetben is érvényes. Tehát azért elmondanám, hogy ugye november 4-e után, akinek lejár bármiféle szakorvosi javaslata, tehát akár a tüdőgondozóból, diabetológiáról, egyéb szakterületekről jövő javaslatok, ezek most automatikusan meghosszabbodnak, és a rendelet szerint a vészhelyzet után még 3 hónappal is. Tehát tulajdonképpen, ha úgy nagyjából számoljuk, kb. Egy olyan 5-6 hónapig biztonsággal az ilyen betegeknek rendelhetők lesznek a szakorvos által javasolt gyógyszerek is. Tehát ez a lényeg, amit a doktor úr elmondott, amit én itt összehablatyoltam, az nem lényeges. Viszont az egy lényeges kérdés, hogy vajon, hogyha valaki koronavírus miatt otthon kényszerült táppénzre, akkor ugye beszélgettünk a felvétel előtt, hogy sokan kérdezik, hogy vajon hány 100%-os táppénzre jogosult, ami ugye nem a ti feladatotok, hogy megállapítsátok-e ezeket a táppénzes százalékokat. Így van. Tehát pontosan itt arról szól a történet, hogy a házi orvosnak a feladata a kereső képesség vagy keresőképtelenség elbírálása. Tehát tulajdonképpen amennyiben valaki fertőzött, vagy kontaktszemély, és emiatt ugye táppénzbe kényszerül, akkor mi ezt a kitiltási kódot, ez egy 7-es kód, ezt szoktuk alkalmazni, minden más egyéb esetben, ami mondjuk nem baleseti, akkor a 8-as kód szerepel. Tehát az, hogy én eldöntsem, hogy ez foglalkozik,
foglalkozási, nem foglalkozási, üzemi, stb. Stb. Ez nekem semmiféle jogom nincsen. Tehát például mondjuk az üzemi balesetnél a TB, tehát társadalombiztosítás kifizető helynek kell ezt elismerni, és annak írásban tájékoztatni, és akkor tekinthetem annak, és akkor használok olyan kódot. A úgynevezett foglalkozási megbetegedések pedig hát a kormányhivatalnak a munkavédelmi részéhez tartoznak. Tehát én úgy érzem, hogy felesleges az, hogy minket ezzel ostromoljanak, akár kisebb cégvezetők, akár betegek, hogy ő hány százalékot kap, mint kap, hogy kap, ez nem a mi feladatunk eldönteni. Nektek csak egy feladat van, hogy valóban így van, beteg, hogy így van, és otthon beteg, kell vagy kitiltott, és mármint ugye a járványi szempontból, és a kereső képtelenségét igazoljuk egy táppénzes nyomtatvánnyal. És akkor most jön a járványügyi intézkedések sora orvosi szempontból. Hát a maszk használatról szerintem nem volt olyan műsor az első hullámban, meg itt a másodikban sem, amikor folytattuk ezt a témát, amikor ne került volna terítékre. Most te hogy látod, mennyire fegyelmezetten hordják az emberek a maszkot? Az igazság, én úgy látom, hogy fegyelmezettebben, mint az első időszakban. Tehát ugye ezt valamelyest kezdtük megszokni, kezdtük elfogadni, és én láttam egy jó pár olyan videót, amin ugye megmutatták, hogy a maszk felvétele utáni tüsszentés, vagy indulatosabb beszéd kapcsán mi az, ami ugye a légtérbe kerül, és mi az, ami maszk nélkül oda kerül. Tehát istentelen nagy különbségek vannak a kettő között, tehát a fertőzés meg átvitele szempontjából a masznak igenis van jelentősége. Nyilvánvaló, hogy amennyiben az ember sportol, vagy szabad térbe mozog, ahol a közelébe 10-15 méteren kereszt, vagy méteren belül ugye nem fordul senki, akkor a masznak a használatát én nem tartom feltétlen szükségesnek, de mind zárt térben, mind közlekedési eszközökön, üzletekben, rendelőben, akár munkahelyeken is igen. Ezzel szemben Monor város önkormányzata, illetve polgármester úr hozott egy olyan határozatot, amelyben ugye már sokszor beszéltünk róla, Monor belterületén, a szabad területen, közterületeken kötelező a maszk használat minden alkalommal, főleg akkor, amikor az ember 8 óra előtt tartózkodik kint a közterületen, mert ugye 8 órára már haza kell menni. Jó dolog egyébként ez, hogy haza kell menni 8 órára? Szerinted? Van ennek értelme? Hát most egy szempontból mindenképp van, hogy tehát csökkenti a közösségi találkozásokat. Más kérdés, hogy nyilván minden üzlet, szórakozó, egyéb is be van zárva, de hogyha az ember olyan nagyon megnézi, a 8 óra után sok-sok tennivalója nincsen az emberek többségének. Te tudod tartani ezt a 8 órára hazamenetelt, mint orvos? Én maximálisan igyekszem tartani, hát egy esetben nem, amikor ugye a délpesti kórházban ügyelek, mert akkor 8-ig tart az ügyelet, tehát utána kénytelen vagyok 8 után hazajönni, de én úgy érzem, hogy ez betartható. És akkor a vásárlási idősáv. Szerinted használják az idősek azt a bizonyos 2-2 órácskát? Hát erre elég egyértelműen fogok válaszolni. Én abszolút úgy látom, hogy nem. Nem. Tehát ez egy lehetőség lenne a 65 év fölöttiek, vagy az idősek számára, hogy amikor úgy akar menni az üzletbe, hogy minél kevesebb személlyel találkozom, minél kevesebb lehetősége legyen arra, hogy megfertőződjön. Én ezt úgy látom, hogy ezt abszolút nem tartják. Tehát egy 5-10% az, aki abban az időben intézi a dolgait. Egyébként nem láttam azt, hogy bármiféle ilyen elkülönülés lenne. Nyilván neked is megérkeznek, vagy ha nem is érkezik meg, azért a statisztikai adatokat azt nyomon követed, mint házi orvos. Ugye most a tesztelések sora van, először kezdték az egészségügyi dolgozókat, aztán az óvodákban, iskolákban dolgozó pedagógusokat, most már a közalkalmazottakon is talán túl vannak. Megítélésed szerint mennyire van reális esély arra, hogy az a bizonyos nyájimmunitás ebből aztán egyszer csak kijöjjön? Hát ezt nehéz megítélni, szóval ezt nálam komolyabb van, ezzel foglalkozó szakemberek is elég nehezen tudják megítélni. Tény és való, hogy
ugye ha már tesztekről beszélünk, akkor hadd kanyarodjak el arra a részre, hogy tulajdonképpen három alapvetően különböző teszt az, ami közkézen forog. Az egyik ugyan jól ismert, ez a PCR vagy PCR teszt, ami tulajdonképpen azon alapul, hogy a nukleinsav anyagát mutatják ki a vírusnak, ez a legbiztonságosabb, de ehhez viszont komoly laboratóriumi háttérre, komoly mintavételi technikára, szállításra, stb. Van szükség. Amit most behoztak és eléggé elterjedt, ez az úgynevezett vírusantigén teszt, ami tulajdonképpen egy gyors teszt. Ennek a rettentő nagy előnye az, hogy tulajdonképpen bárhova elvihető, megfelelő védőfelszerelésben levő szakember le tudja venni ezt a mintát, és 15 percen belül ez eredményt ad. Na a most, mintavétel ugyanúgy történik, mint a PCR tesztnél? Így van, így van. Tehát a mintavétel ugyanúgy az orrnyálkahártyából, tehát az orrból történik a mintavétel. Tehát ezek mind-mind ezt a váladékot használják föl. Na most erről azt azért tudni kell, hogy ennek valamelyest a biztonsága az kisebb százalék. Én hallottam 70-től 90-95 százalékig terjedően. Na most ebből kifolyólag van az, hogy amennyiben ez a teszt pozitivitást mutat, akkor ezt pozitívnak fogadjuk el. Ha negativitást mutat, akkor viszont egy kontroll PCR tesztet is végeznek. És akkor mondható ki a negativitás, hogyha adott esetben mindkét teszt negatív. De ezt én nagyon jónak tartom, ilyen tömeges és előszűrés szempontjából, mert itt rögtön kiszedhetők a pozitív esetek. A harmadik típus, amit meg most újfent nagyon hirdetnek, az úgynevezett antitestet kimutató teszt. Ezt lehet kapni most patikákba, tehát több helyen hallottam ezt hirdetni. Na tudunk most erről esetleg árat is mondani, és nem konkrétat nyilvánvaló, hanem inkább tudjuk. Megmondom őszintén, nem néztem igazán ott utána. Jó, akkor inkább nem. Inkább nem mondok, jó, mert ennek nem néztem utána. A lényege az ennek a tesztnek, hogy ez antitestet mutat ki. Tehát az IgM-IgG antitesteket, aminek az a jelentősége, hogy ha ezek kimutathatók a vérből, ez már mondjuk vérből határozza meg, tehát újbegyből szúrunk, többnyire gyors tesztni, hogy ezt alkalmazzuk. Itt ez kimutatja az antitestet, most amennyiben ez van, akkor a vírusfertőzés lezajlott a szervezetben. Tehát ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel átestünk a vírusfertőzésen. Akár úgy is, hogy észre se vettük. De mindenképpen a szervezetünk találkozott az adott vírussal, hát jelenleg a koronavírussal. Szerintem 2020. decemberében az egyik legnagyobb kérdés az a vakcina megérkezése. Mikor, honnan, milyen, hogyan lehet majd beadni, lesz-e értelme beadni, milyen mellékhatásai lehetnek. Hát, elég tágas a kérdéskör, amivel a nézők is foglalkoznak. Hát biztos, hogy most mindenki ezzel foglalkozik, mert ugye megjelentek itt a piacon azért több oldalról jelentkező vakcinák, ugye itt leginkább ez a Pfizer által gyártott vakcina, amit most ugye a Nagy-Britániában elkezdenek már rögtön oltani, de ugyanúgy az oroszoknál levő vakcina, a kínai vakcinák, stb. Ez mind-mind a piacra kerül. Hát igazából ezt is írnak, azt is írnak, amazt is írnak, mint mindig mindenről, ami egy nagyobb horderejű, sok-sok embert érintő probléma. Én azért úgy gondolom, hogy amennyiben nálunk itt oltásra kerül a sor, akkor biztos vagyok benne, hogy egészségügyi hatóság ezt úgy fogja megvizsgálni, és úgy fog erre engedélyt adni, hogy az akkor biztonságos lesz. Itt ami egy kicsit az embereket elbizonytalanítja, hogy ugye egy ilyen vakcinának, vagy egy oltóanyagnak a kidolgozása, vagy engedélyeztetése a sok-sok évbe tart. Na most itt ez egy viszonylag gyorsan átfuttatott dolog, de én azért úgy érzem, hogy amit itt megspórolnak, inkább az adminisztratív és engedélyeztetési procedúra folyamat, tehát ott inkább azzal spórolnának. Én abban biztos vagyok, hogy ha ide vakcina kerül, akkor azzal ártani nem fogunk tudni senkinek. És természetesen senki nem akar, hanem egy azt akarja, hogy ez a járvány megszűnjön, megálljon.
És ha már itt járunk, hogy járvány, akkor pillanatokon belül, akár tetszik, akár nem, elérkezünk az influenza járványhoz. Ugye az oltásról már rengeteget beszéltünk, az oltóanyagról is sokat beszéltünk. Hol tartunk most átoltás tekintetében, ha mondjuk a te körzetedet nézzük, mennyien vették igénybe? Hát úgy nagyjából tudok egy számot, olyan 250 körüli egyént oltottunk influenza elleni oltással, jelen pillanatban van még vakcinánk, tehát ugye volt egy átmeneti időszak, amikor ugye az első adag az gyakorlatilag kifogyott, de ezt az ANTS pótolta, tehát amennyiben szükség van rá, tudunk oltóanyagot biztosítani. Amit ugye elmondtunk, hogy általában január vége február az influenza járvány, amikor dúlna, és ugye két hét a beoltástól számítva, amíg kialakul a védettség, tehát tulajdonképpen még a decemberi hónapban is, hogyha valaki igényli, akkor megkaphatja ezt az oltást, és a januárban, véletlenül januárban jövő járvány vagy fertőzések megvédése érdekében tud tenni. A mostani rendelet, mármint hogy a maszk használat, a távolságtartás, a közösségi programoknak a meg nem szervezése, az jótékony hatással lehet majd az influenzára is? Hát szerintem ez a legbiztosabb. Úgy, ahogy az első csatát ugye a járvány első időszakában megnyertük, vagy megnyerte a magyar nép, hogyha ezt tudjuk tartani, ez biztos, hogy rengeteget számít, és ugye mind a koronavírus, mind az influenza, de egyéb cseppfertőzéssel terjedő számos vírus, baktérium ellen is ezek nagyon hatékony fegyverek, és a legolcsóbb és mindenki számára elérhető. És bár nem olcsó, de hatékony fegyver lehet az, hogyha az immunrendszerünket egy kicsit tuningoljuk, főleg ezekben a borús időkben, amik most is vannak, hát a D-vitamin pótlás az szinte elsődlegessége vált, azt hiszem, mindenkinél, mert hát a napsütés az nagyon-nagyon elmarad. Milyen egyéb vitaminokat szedjünk még be, és ajánlod-e mondjuk a kombináltat, mert ugye én nagyon bőszen megvettem a C-vitamint, a D-vitamint, ezt a kettőt mi szedjük a párommal, de azért láttam, hogy van a kínálatban olyan, amiben benne van egy kapszulában a D-vitamin, a C-vitamin, egy kis cink, egy kis ez, egy kis az. Érdemes külön, vagy lehet ezt a kombináltat is? Mit gondolsz? Véleményem szerint sok-sok különbség nincs. Tehát sok különbség nincs a kettő között. Ilyenkor mindenképp célszerű, hogyha pótoljuk a vitaminokat, akár a kombináltakat is. Azért elmondanám, hogy azért csodákat ne várjunk ettől, meg marék számra azért ne szedjük, de egy normál adagolás, tehát olyan 1000 mg körüli C-vitamin, 2-3000 egységnyi D-vitamin, plusz ezek a nyomelemek, ezek elégségesekkel, hogy legyenek. Természetesen egy megfelelő táplálkozással, megfelelő testmozgással, és én mindig mondom, hogy a pszichének a megfelelő rendben tartásával szerintem hatékonyan védekezhetünk még pluszba az általad elmondott három fő védekezési lehetőséggel együtt a vírus ellen. Hát azt hiszem, hogy a koronavírusról, az influenzáról kielégítően beszélgettünk az elmúlt hónapokban doktor úrral, és azt is megtudhattuk, hogy van, akin úgy átmegy a koronavírus például, hogy észre sem veszi, van, akinek pedig enyhébb tünetei vannak. És sajnos vannak olyanok is, viszonylag sokan, akik kórházba kényszerülnek, mert légzési nehézségük van, mellkasfájdalom van. Nem mindegy, hogy mi mindennel készülünk, amikor tudjuk, hogy egy ilyen vírus miatt mégiscsak be kell kerülnünk bármelyik kórházba. Mi mindent pakoljunk össze. Én itt nagyon-nagyon gondolok azokra a gyógyszerekre például, amit rendszeresen kell szedni. Mert ott bent gondolom erre nem tudnak figyelni. Hát most hivatalosan ez úgy lenne, hogy a rendszeresen szedett gyógyszereket, illetve amit ott a kórházban is szükségesnek tartanak, ezt a kórháznak kéne biztosítani. Na most azért az a tapasztalat, hogy általában vagy nincsen, vagy nem megfelelő időben van. Tehát én azért azt mondom, hogy aki a saját vérnyomás csökkentője, cukorellenes gyógyszere, esetleg nyugtatója, fájdalomcsillapító, hogyha van, hogyha abból vízbe magával, az a bajt nem csinál. Nyilvánvaló, hogyha ott van lehetőség, vagy az ott lévő kollega ugye másképp ítéli meg, vagy csökkenti, vagy növeli, vagy más jellegű gyógyszert ír elő, akkor ezeket félreteszik, de azzal bajt nem csinálunk, hogyha ezt visszük magunkkal. Mi minden legyen még nálunk? Hát mindenképpen a megfelelő tisztálkodási, mindennapi tisztálkodási eszközök, amik szükségesek. Jó.
Akkor a klasszikus kórházi csomaggal igyekezzünk készülni, hogyha egyszer erre kényszerülünk, és reméljük, hogy az ünnepek ideje alatt senkinek nem lesz ezzel, nem kell ezzel majd foglalkoznia, viszont annál finomabb ételek kerülhetnek majd az ünnepi asztalra, és egy picikét ilyenkor szoktuk, én azt gondolom, saját tapasztalat sajnos, elengedni magunkat, és akkor, ha jól sikerült a töltött káposzta, akkor nem két tölteléket, hanem oda lehet a harmadikat is rakni, és aztán jön a telefon dr. Misuth Gábor felé, hogy Gábor, segíts, nagyon-nagyon fáj. Mire kell ilyenkor, karácsonykor odafigyelnünk, doktor úr? Hát igen, ez előfordul ilyenkor, ugye már én úgy hallottam is, hogy indul a sütés, főzés, készülődés az ünnepekre, ugye elmaradhatatlan halászlé, töltött káposzta, rántott hal, igen, egyéb sültek, pogácsák, sütemények, stb. Hát én az elég gyakran előfordul, hogy sikerült túllenni magunkat. Én azt mondom, hogy mindenképpen érdemes otthon tartani görcsoldót, fájdalomcsillapítót, hogy legyen nálunk, aztán különböző emésztést segítő tablettákat, ezeket reklámozzák is a tévében, tehát azért ezek jók. Tehát amennyiben egy kicsit többet ettünk, akkor ezek hatékonyak tudnak lenni. Hát az, hogy most azt mondja az ember, hogy vigyázzunk, hát vagy sikerül, vagy nem. Ez mivel emberek vagyunk, de ezek mindenképpen legyenek otthon. Amit még mondanék, hogy ugye ilyenkor azért általában az itallal is egy kicsit bővebben bánik az ember, hát azért vigyázni kell, nyilvánvaló, hogy gyerek ne fogyasszon alkoholt, azért túl sok alkoholt se fogyasszon, mert ennek az egyéb hatásai is ugye érvényesülhetnek, mert azért ilyenkor ünnepek táján sajnos mindig megnő az alkohollal kapcsolatos baleseteknek a szám. Most nem feltétlen a közlekedési, de a háztartási otthoni balesetek ugye jól beborozott állapotban, fenyőfa faragástól kezdve, azért elég sok veszéllyel járhatnak. És arról nem is beszélve, hogy hány napra van összezárva az ember azzal a másik emberrel, akit egyébként nagyon szeret és nagyon imád és nagyon, de azért mégiscsak egy munkaidőnyit egymástól távol vannak, most meg azért nem. Hát igen, most sem, meg ugye ennek a karanténnak, és ugye, hogy otthonról ment ez a távoktatás az iskolákban, ugye ez a home office-ban dolgozott nagyon sok ember, hát ez bizony próbára tette a társas kapcsolatokat, akár egy családon belül is, mert azért más felkészülni arra, hogy most én reggel elmegyek, este hazajövök, és örülünk, leülünk vacsorázni, vagy pedig reggeltől estig ugye egy légtérbe kell valakivel lenni. Ez mindig vonatkozott az ünnepekre is, tehát amikor ugye 3-4-5 napig, mert ugye ezért arra törekszik már a kormány is, hogy egybe legyenek ezek a szabad napok, hogy közben ugye egyrészt most a vírus miatt is ugye a kontaktus csökkentés szempontjából ez nagyon jó, másrészt pedig ugye egy-egy napra bemenni adott munkahelyeken, az nem igazán gazdaságos. Tehát erre is nagyon kell ügyelni, hát valóban egy kicsit több türelem kell, szem előtt tartjuk, hogy ez a szeretet ünnep, akkor próbáljunk egy kicsit egymással elnézőbbek lenni, empátiásabbak lenni, hát ez mindenkinek a szükséglete végül is. És akkor a mai beszélgetés végén még egyetlen egy gondolat, a szilveszterkor, bár teljesen más szabályozás van most a pirotechnikai eszközökre vonatkozóan, erről majd jövő heti adásunkban láthatnak egy beszélgetést Kristóf Sándor tűzoltó alezredessel, de azért ilyenkor hajlamosak vagyunk olyan eszközöket is használni, amit a törvények nem feltétlenül engednek, ebből pedig rengeteg baleset történhet. Ilyenkor mi a teendő? Veletek házi orvosokkal kezdjünk, vagy egyenesen a 112 és akkor a mentők? Hát megmondom őszintén, az ilyen balesetek általában én sajnos láttam már nagyon súlyos égési, robbanási, csonkolási sérüléseket is akár ilyen eszközöktől, ilyenkor egyértelmű, hogy a mentőt kell hívni. Tehát a háziorvosok mindent nem fog tudni csinálni, az ügyelet sem fog tudni sok mindent csinálni, ez valószínűleg, hogy baleseti ellátási kompetencia, tehát mindenképpen a mentőt kell hívni, hogyha ilyen baleset történik. A mai beszélgetésünkkel dr. Misuth Gábor házi orvossal, hát nem feltétlenül a leg
optimistábban zártuk. Reméljük, hogy nem lesz azért semmiféle baleset, és az ünnepeket nagyon szépen átvészeljük. Én nagyon szeretném megköszönni neked a 2020-as évben, hogy itt voltál, hogy rendelkezésünkre álltál, hogy ennyiféle információról tudtunk beszélgetni, és mindig a jó oldalát igyekeztük meglátni. Kívánok neked nagyon jó pihenést a hátralévő időszakra, szép karácsonyt, nagyon boldog új évet, és 2021-ben is számítok rád. Köszönöm szépen, én is mindenkinek nagyon boldog ünnepeket és új évet kívánok, és remélem, hogy mielőbb azt mondhatjuk, hogy leküzdöttük ezt a vírusos időszakot. Köszönöm szépen, Köszönöm Gábor. Szépen én is. Kedves nézőink, dr. Misut Gábor felnőtt házi orvossal a 2020-as évben utoljára találkozhattak, és ahogy említettem, 2021-ben is visszavárjuk őt nagy szeretettel, mert hát érdekes témákról tudunk vírus nélkül is beszélgetni. Köszönjük szépen a figyelmüket!